beigazolásom az aztán úgy kezdődött, hogy akkor még ugye Salác volt a sportigazgató, és ő keresett meg valamikor télen, és ő kérdezte, mit szólnék ahhoz, hogyha csatlakoznék, és itt folytatnám a karrieremet. Nyilván akkor így azt mondtam nekik, hogy persze minden további nélkül, hiszen tényleg egy újabb szintlépés a karrierembe, és megint egy olyan lépést tudok megtenni, ami közelebb visz a céljaimhoz, és tényleg egész végig úgy gondoltam, hogy végre jön ez a lehetőség, amit vártam, és amiért dolgoztam, és amit elképzeltem kiskoromban. Amikor Egerszegre került, ugye nem tudom, ki csinált azt a műsort, hogy eddig a Patti kivédte a szemünket, de most már nem így, mert most már a miénk. És az első idénye, az eleje, meg szerintem az egész, ez a 2019-2020-as idény, ez neki nagyon jól sikerült. Tehát az, hogy védte a Lánzafáme 11-esét, majd utána, amit rúgtak neki kapura, tehát egy az egyben egy csatára szemben, hogy azt tudta védeni. Trik nem az első szezon tölti itt, és akkor került ide, amikor felkerültünk az NB1-be. Tehát neki is egy új helyzet volt, meg akkor akkori csapatnak, meg klubnak is, nekem is. Nem volt könnyű az elején vele, mert ugye nem ismertük egymást, meg kellett egy kis idő, amíg összeszokunk. Sokat vártunk tőle már akkor is, nehéz időszak volt, ugye egy olyan csapat volt, amelyik abszolút újonc, bár sok új játékos érkezett egyszerre, köztük a Patrik is, úgyhogy kellett egy kis idő, amíg összecsiszolódtunk. Ez az ősz, annak a bajnokságnak az őszi szezonjában meg is történt, és tavasszal szerintem akkor kezdett el úgy igazából megszokta meg a várost is, ugye a környezetet is, és jobb teljesítményt is nyújtott. De nem volt, az első éve szerintem egész jóra sikerült, tehát nem volt vele semmi probléma, de kellett egy kis idő. Mi Patrikkal elég régóta ismerjük egymást. Talán még 12 évesek lehettünk, mikor először játszottunk egymás ellen, ő az MTK színeiben védett, én pedig a Honvédnál játszottam, az volt az első találkozásunk. Igen, utánpótlás válogatottban voltunk először csapattársak, U15-ben, és végigjártuk a ranglétrát U21-ig. Nagyon sok jó emlék maradt meg erről az időszakra. Mielőtt ide került Patrik, ugye hamarabb itt voltam Zalaegerszegen, üzenetben már beszélgettünk, hogy szóban van neki Zalaegerszeg. Én nagyon megörültem, mikor csatlakozott a csapathoz, mert úgy gondolom, hogy ahogy be is bizonyosodott, hogy hosszú távra lehet rá számítani. Tehát egy nagyon jó befektetés volt a klubnak, a csapatnak, hogy ide került. Nagyon sok erőssége van, ami az itt töltött idő alatt még jobb lett. Tehát ez, amikor ide került, akkor is tudtuk róla, hogy egy jó felépítésű, gyors, jó ütemérzékkel rendelkező, mindkét lábát nagyszerűen használó kapus, ami tulajdonképpen ez neki a legnagyobb erőssége is. A többi technikai elemben is jó, de lehet még jobb. És ezt is neki is szokni kell, tudomásul kell venni, hogy egyre többet várunk tőle, és egyre jobbnak kell lenni bizonyos dolgokban, amiben még esetleg nincs a maximumon, de közel jár hozzá, és én azt mondom, ő az egyik olyan kapus, aki nagy jövő előtt áll. És a Gézával már igazából, amióta itt vagyok, azóta szerintem a közös hangot nagyon hamar megtaláltuk, és tudunk úgy készülni, és igazából az elejét úgy kezdtük el az egészet, hogy szeretném úgy felépíteni magam itt, hogy egy stabil, magabiztos játékot tudjak lehozni meccsről meccsre, és tényleg hétről hétre végig. És ez szerintem jól megtaláltuk a közös hangot és azt a munkát, amit elkezdtünk, azt igazából végig tudjuk vinni. Nyilván hasonlók az elképzelésünk mind a fociról, mind az egész kapus szakmáról is, úgyhogy igazából tényleg vele nem voltak olyan nagyobb ellentéteink, és hogyha én is érzem magam, hogy valamikor hibáztam, akkor igazából mindig ugyanazt látjuk, meg hogyha még jót is csinálok, hogy most miért úgy csináltam. Szóval vele a munkát, meg az egész közös hangot, az hamar úgy tudtuk, mint hogyha már most 10 éve együtt dolgoznánk. Komplex edzések vannak. Azt jelenti, hogy tulajdonképpen majdnem minden nap próbálunk majdnem mindenből egy kicsit, és alkalmazkodnunk kell a mezőnyjátékosokhoz, illetve a csapathoz. A kapusnak is van taktikai feladata,
technikai feladata, állóképességi munka, gyorsasági munka, fizikai munka. Tehát ezekből a részekből próbálunk összerakni egy olyat, ami rövid távon, közepes és hosszú távon is valakiből sikerül kihozni a maximumot. Úgy szerepe szerintem irányítani a csapatot, a védelmet, és tartást adni hátulról, és természetesen egy pluszt adni a csapatnak, amikor szükség van rá. Az első emlékem, amikor 2,5 évig jöttem, az első edzésen nyáron, előbb megérkeztem, mint ő, és pont mellé ültem az öltözőbe, ami utána azóta is úgy alakult, hogy ott ülök. Én általában, amikor mondjuk 9-re kell jönni edzésre, akkor szerintem ilyen 8-30 környéken nagyjából már itt szoktam lenni. Nyilván fölkészülök az edzésre, megyek a fiziósshoz, csuklót bekötjük, ez közös program a Marcival. Utána, hogy nyilván, hogyha szokott lenni videó, akkor van videófoglalkozásunk is. Utána van az edzés, maga az edzés része. Edzés után általában szoktam masszíroztatni, hogy azért nagyjából kipihentek a másik edzésre, másnapra. Utána közös programok érkeznek Kusztival végig, szinte majdnem minden nap ugyanaz a programunk, meg azért nem. De utána egyből menjünk ebédelni, mert nagyjából mind a ketten meg szoktunk érezni edzés utánra, úgyhogy az első útunk egyből étterem, megebédelünk. A délután van egy kis kávézós programunk, az egy kicsit ilyen relaxálósabb, kicsit nyugisabb programot, el szoktunk tölteni szerintem egy órát minimum, vagy nem sietünk. Még a pusztánál szoktunk sorozatot nézni, akkor ha már látjuk, hogy a kiskutyája és a Diablo is már szeretné, hogyha foglalkoznánk vele, akkor el szoktuk vinni sétálni. A szabadidős programban még általában sokat szoktam dartozni, és nyilván azt nézni is, úgyhogy mondhatni, a dart is egy ilyen alapja az én szabadidős életemnek is. Ha meg két edzésünk van egy nap, akkor viszont nincsen annyira sok idő. Ott reggel ugye edzés, ugyanúgy edzés kezdés előtt fél órával minimum, talán egy órával hamarabb beérek. Edzés, utána csak egy gyors ebéd, gyors kávézás, ami még belefér a programba, de utána visszajövünk edzésre. Ott nagyon tényleg semmi időre nincs, semmi olyan dolgot nem tudunk csinálni, ami időigényes, ott azért sürget minket az idő. Még a második edzésnek akkor szinte mindenki egyből megy haza, megyek pihenni. Hogyha még van erőm, akkor még esténként azért szoktam játszani is kicsit, hiszen azért jó kikapcsolódási program, meg nyilván barátokkal játszunk, és azért egy kicsit így is tudjuk tartani a kapcsolatot azokkal, akikkel most még nem vagy csapattárs, vagy régi barátok, úgyhogy még este, ez attól függetlenül, hogy egy vagy két edzés van, akkor még szoktunk játszani. Jobban én akkor ismertem meg, amikor ideigazoltam. Addig egyáltalán nem volt szimpatikus nekem, amikor ellenfélként játszottunk. De így, hogy jobban megismertem, hogy az utóbbi időben így már nagyon közel kerültünk egymáshoz. Futballhoz való hozzáállása szerintem teljesen rendben van. Mindig időben érkezik edzésre. Sőt, még a megadott idő előtt is itt van jóval, akármelyik nap nézhetjük, és nem is ő megy el elsőnek. Szóval mindent megtesz azért, hogy minden jól menjen. Ugye a csapat gerincét alkotja talán a legfontosabb láncszemekből az egyik nagyon fontos, az a kapus szerepköre. Kapus, a védelem közepe, a középpálya vezéregyénisége és egy jó támadó. Én úgy gondolom, hogy Patrik ennek a kritériumnak bőven megfelel. Egyrészt kisugárzása, nyugodtsága az átragad a társakra. Tud velük kommunikálni, jó az attitűd, jó az összhang, ugye gyakorlatilag az egykorú fiatal védelemmel, és persze az, hogy olyan bravúrokra képes, ami miatt a társak nagyon felnéznek rá, kellő kapus adja rendelkezik. Ugye azért ez a posztra mindig híres volt, hogy kell egy kicsi plusz idegrendszerrel rendelkezni, és ez is megvan Patriknak.
Hát a csapatban a légkör egyébként szerintem, amióta itt vagyok, ott azzal sose volt baj, és ez mindig úgy rendesen működött, és mindig már tudtuk találni ezt a közös hangot, ami kell ahhoz, hogy sikeresek tudjunk lenni. És igazából ez most is így van, és eddig is így volt, hogy mindig akik voltak mondjuk a csapatban olyanok, akik tudták tartani ezt a jó hangulatot, például tudtak úgy kitalálni programokat, majd egy közös kajálás, ha van esetleg születésnapos, vagy új bemutatkozó, vagy első gól, ilyenekre az általában el szoktunk menni kajálni, vagy tartunk egy közös programot, és ez igazából jól meg tudja faragni azt a jó légkört, ami általában itt elő szokott fordulni. Úgyhogy én szeretek itt lenni. Jó is a csapat légkör, viszont ha nem szeretnék itt lenni, akkor szerintem a csapat légkör sem lenne jó. De tényleg nálunk jól működik ez, és jól működött mindig is, hogy itt a csapatban mindig jó légkör volt, és mindig meg tudtuk találni a közös hangot.